Véget ért a csatornázás, az ingatlan tulajdonosok már csatlakozhatnak a rendszerhez. Közösség, teremtő, futóklub, egyre többen futnak a Városmajorban keddenként. Nyár a G12-ben 25 művész mutatja be az évszak színeit és hangulatát. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! A Hegyvidéken és a második kerületben is befejeződött a csatornahálózat bővítése, így az érintett ingatlanok tulajdonosai megkezdhetik a csatlakozást a rendszerre. Fontos azonban tudni, hogy a házi szennyvízhálózat megterveztetése, engedélyeztetése és kiépítése az ingatlan tulajdonosok feladata. A 12. kerületben mintegy 6, a második kerületben pedig több mint 8 kilométernyi új gerincvezeték épült meg az elmúlt hónapokban. Itt egy tőlünk 50 méternyire kezdődik, és fel az Istenhegyi lépcsőnek gyakorlatilag a végéig épült meg a gerinc. Az Istenhegyi lejtő és a Zsolna utca kereszteződésénél közel 300 méternyi új gerincvezetéket fektettek le az elmúlt hónapokban. Mostanra véget ért az építkezés, így zavartalanul haladhat a forgalom. De nem csak itt, hanem a Hegyvidék 30 eddig csatornázatlan utcájában is helyreállt a rend. Befejeződött ugyanis a csatornahálózat bővítése. A 12. kerületben mintegy 6, a második kerületben pedig több mint 8 kilométernyi új gerincvezeték épült meg a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt keretében. A 12. kerületben nem tudunk olyan területről, ami további csatornaépítést igényelne. A második kerületben épül még egy, mintegy 1 kilométernyi csatorna, olyan nagyságrendileg 30 bekötéssel egy következő ütemben. A gerincvezeték meghosszabbításával a Hegyvidéken közel 500 család csatlakozhat a korszerű fővárosi hálózathoz. Fontos azonban tudni, hogy az adott ingatlant és a bekötő csatornát összekötő házi szennyvízhálózat megterveztetése, engedélyeztetése és kiépítése az ingatlan tulajdonosok feladata. Mi a projekt keretében csatlakozási pontokat építünk ki, ami gravitációs hálózat esetében egy telekhatáron belül egy méterre elhelyezkedő tisztítónyílás, akna, a nyomott rendszerek esetében pedig egy házi átemelő akna. Erre kell a tulajdonosoknak a saját módon megoldva a rákötéseket kiépíteni, és a tulajdonosoknak kell ezeket a szakaszokat megterveztetni. Nagyon fontos, hogy erre jogosultsággal rendelkező tervezőt kell felkérni, hiszen csak így kerülnek majd jóváhagyásra a tervek. Csuka Ákos azt mondja, érdemes több tervezőtől is ajánlatot kérni. Az úgynevezett házi szennyvízhálózat megtervezésének és kiépítésének költségeit a terepviszonyok és a telken lévő lakások száma is jelentősen befolyásolja. A rákötéseket egy éven belül kell elvégezni. A hálózatra legkorábban akkor lehet csatlakozni, ha a megépült csatornaszakaszok üzembe helyezése megtörtént. A beruházásról telefonon és e-mailben kérhető további tájékoztatás. A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt Budapest 16 kerületében közel 20 ezer háztartást érint. A 34 milliárd forintból megvalósuló környezetvédelmi óriás beruházás keretében két év alatt 240 kilométer új csatorna épült meg. Kiderült, ki újítja fel a 3-as metró szerelvényeit. Egy orosz cég nyerte el a tendert, amelyet a 3-as metró szerelvényeinek korszerűsítéssel egybekötött felújítására, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítására írtak ki, közölte a BKV. A cég 69 milliárd forintért végzi el a 37 darab, 6 kocsiból álló szerelvény felújítását. A járművek garantált élettartama 25 év. A szerződést július 20-án írják alá. Az első szerelvények 16-18 hónap múlva megérkeznek. A sikeres próbaüzem után havonta két felújított szerelvény kerülhet forgalomba. Főként a belvárosi vendéglátóhelyeken, a strandokon és fesztiválokon ellenőriznek majd a NAV revizorai a nyári hónapokban. Az átfogó akció már el is kezdődött. A NAV szakemberei egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők, szolgáltatók adnak-e szabályos bizonylatot, megfelelően használják-e az online pénztárgépeiket.
Azt is ellenőrzik, hogy a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat és betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. A futás már nem csak az egészséges életmód része, de közösséget is teremt. A Városmajori Futóklubban legalábbis igazán családias hangulatban zajlanak az edzések keddesténként. Buda első futóklubja néhány hónappal ezelőtt indult el a Hegyvidéki Önkormányzat szervezésében. Kezdő, haladó és profi futókat egyaránt várnak az edzésekre. Március végén startolt el a Városmajori Futóklub, ahol minden kedden este 6:30-tól várják a sportolni vágyókat. Az edzések kezdők és haladók számára egyaránt nyitottak és ingyenesek. Mindenki a tudás szintjének megfelelő szakértői segítséget kap, és ingyenes teszttel találhatják meg a számukra megfelelő cipőt, ami a futás egyik legfontosabb kelléke. Buda első futóklubját a Hegyvidéki Szabadidősport szervezi. Nagyon-nagyon tetszik az embereknek. Én nem vártam, hogy ilyen komoly családi, szinte családi hangulat alakul ki itt a 12. kerületi Városmajori Futóklubban. Nagyon sok visszatérő ember jön ide futni, minden héten cserélődnek, vannak új emberek, és vannak olyan, akik szinte az elejétől kezdve velünk futnak. Az állandó résztvevőket az időjárás sem rettenti vissza a futástól. Esőben, kánikulában egyaránt eljárnak az edzésekre. Azt hiszem, egy olyan 4-5 alkalom kivételével mindig voltam, a második alkalommal már itt voltam. Alapvetően mindig jó, meg néha az időjárás is megnehezíti egy kicsit, tehát volt múltkor egy váltóversenyünk itt esőben is, és alapvetően remek kis társaság és nagyon változatos edzések szoktak lenni. A klubban az edzők csoportokra osztják a futókat az erőképzettségüknek, edzettségi szintjüknek megfelelően. Intervall és váltó vagy épp versenyszerű edzések váltják egymást, hogy ne legyen minden alkalom egyforma. Számolt be Markocsán Sándor edző. A 6:30-kor futunk egy párkörös bemelegítőt, utána nyújtó gyakorlatok vannak, gimnasztikai gyakorlatok, és utána megcsináljuk azokat a megbeszélt edzéseket, ilyen iramváltások vannak, amik fejlesztik a futónak azokat a képességeit, hogy eredményesebbek legyenek. Úgyhogy nagyon változatos, nagyon szívesen látunk bárkit. Ilyen picitől vannak egészen. Van egy olyan 64 éves néni, aki itt kezdte el a futást, 64 évesen, és 100 métert tudott futni, vagy 200-at, és most már 1 kilométert egybe le tud futni, úgyhogy ez óriási büszkeség nekünk. A Városmajori Futóklub a pozitív visszajelzések miatt mindenképp folytatódik, mondta Mócán Mónika. Hangsúlyozta, továbbra is várják azokat is, akik korábban még nem próbálták ki ezt a mozgásformát komolyabb szinten. Most úgy néz ki, hogy mindenképpen ez a heti egy alkalommal keddenként folytatjuk, és nagyon biztat mindenki bennünket arra, hogy folytassuk tovább, mert mindig mindenki hoz valami új embert ide, aki szeretne futni. A Városmajori Futókört 2014-ben adták át. Az 585 méter hosszú pálya speciális gumiburkolattal rendelkezik, vagyis esős időben is használható. A világításnak köszönhetően sötétben is futhatnak a mozogni vágyók. A futóklubban kívül több rendezvénynek adott már otthont a helyszín. Volt már itt éjszakai és jótékonysági futás egyaránt. Hajrában a felsőoktatási felvételi csütörtökig van lehetőségük a szeptemberben induló képzésekre jelentkezőknek arra, hogy benyújtsák a még hiányzó dokumentumaikat. Eddig még egyetlen alkalommal módosíthatják is a korábban megjelölt szakok sorrendjét. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki, azok ezzel egy időben elsőként a www.felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Beköltözött a nyár a Galéria 12 kávézóba, a G12 Egyesület kiállítása a legmelegebb évszak egyedi hangulatát, színeit és fényeit mutatja be. 25 művész nyári ihletésű változatos technikával és stílusban készült alkotásait tekintheti meg a közönség augusztus 22-éig. Vitorlások a Balatonon, tengerparti pillanatképek és különleges színek. Így mutatják be a nyarat a G12 Egyesület tagjai. A nyár című kiállításon összesen 25 művész hozta el munkáit. A tárlat megnyitóján Gyutai Csaba, a várgondnokság igazgatója arról beszélt, a hegyvidéki művészeket összefogó G12 Egyesület kiállításai közösséget teremtenek. Nekem rendkívül szimpatikus ez a kezdeményezés. Az a kezdeményezés, hogy a helyi művészek, a helyi közönség előtt mutatkoznak be már sokadik alkalommal,
hiszen ez azt mutatja, hogy ennek a helynek van szelleme. Ahogy az ókori görögök mondták, van génius Loki, van a helynek szelleme, van a helynek teremtő ereje, és ha van a helynek szelleme és van teremtő ereje, akkor ebből az következik, hogy itt van közösség is. És ha van közösség, akkor a közösségnek érdemes megmutatni a művészeknek a munkáit. Sikota Krisztina, a 12. kerület Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke elmondta, a G12 Egyesület csoportos kiállításai üde színfoltot jelentenek a kerület kulturális életében hónapról hónapra, immár 6 éve. Azt hiszem, hogyha itt körülnézünk, akkor, hogyha nem is tudnánk, hogy egy nyári kiállításon vagyunk, akkor is könnyen mindenki rávághatná, hogy igen, ez a nyarat megidéző kiállítás, hiszen a színek, a témák, azok mind-mind egy nyári élményt idéznek meg számunkra. Ahogy a megnyitóban is hallottuk, ezek a különleges fények, amik máskor nem láthatóak csak nyáron, megjelennek mind a festményeken, mind itt a mögöttem látható kárpiton is. A nyári hangulatot ábrázoló művészek közül sokan utazásaik során készítettek jellegzetes pillanatképeket. Beregi Edina kiállított fotói például tengerparton készültek. Az egyik egy napozó ágyat ábrázol. Ott nincs jelen ember, tehát ott volt időm elgondolkozni azon, hogy mi legyen a beállítás. A másikon egy nő látszik hátulról. Ennek a képnek az a története, hogy éppen egy nagy vihar jött a tengerparton, és mindenki a hozzátartozóit, főleg a gyerekeit kereste a vízben, és próbálta őket így kihívni. Úgyhogy ez a hölgy is az egyik gyereke után kiállt éppen. Angya Júlia szintén egy tengerparti nyaralás során kapott ihletet kiállított festményéhez. Miután arról volt szó, hogy nyár, és elég sokat járkáltunk nyáron a tengerhez, és ez itten Isztria, az borzasztóan tetszik nekem, és akkor isztriai háztetők, mondjuk a tenger nem látszik, de minden esetre a nap meg a sárga fények, szóval a nyári fényeket akartam ezzel behozni. A nyár című kiállítás augusztus 22-ig tekinthető meg a Galéria 12 kávézóban. Drágább lett a benzin, bruttó 4 forinttal emelte a 95-ös benzin literenkénti nagy kereskedelmi árát szerdán amúl. A gázolaj nem változott. Az emeléssel a 95-ös benzin literenkénti átlagára 390-391 forintra nőtt. A gázolaj továbbra is 378-379 forint maradt. A MOL legutóbb június 26-án változtatott az árakon. Adásunkat az interneten is megnézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!